hangyafaroknyit megkésett a tegnapi vlog. Nem azért, mert másnapos voltam. Ugye említettem nektek, hogy tegnap este a crossfites edzős társaimmal elmentünk meginni egy bambit a Kelemen házba itt Makón. És hát majdnem éjfél volt, ha jól emlékszek, ahogy hazaértem. Én nem vagyok egy ilyen késői, kimaradós emberke, igazából már nem vagyok, mert ugye régebben nem számított ez, hogyha hajnal 5 órakor értünk haza, akkor sem. Kreatív munkát késő este nem nagyon lehet csinálni. És vannak olyan pillanatok, amikor így leesik az ember feje, onnantól vége van. Tehát nem lehet dolgozni tovább. A lényeg a lényegben az, hogy egy picit elcsúszott a tegnapi vlog, de fent van. Voltunk státuszon ma reggel, és Évi a barátnőjével följött a főtérre, ahol én is csatlakoztam hozzájuk. Most per pillanat kint vagyunk a piacon. Sophie-t próbáltam volna altatni, de eddig aludt, de ahogy ideértünk a piacra. Mindenki valamit vagy kalapál, vagy húz, vagy von, vagy ordibál. Tehát esélyes volt annak kisbabának, hogy visszaaludjon. Remélhetőleg majd nem soká visszaalszik. Most viszont megyek reggelizni. Eszek valami finomságot. Most hazamegyünk, és utána megyünk egyenesen a Marospartra füvet vágni. Itt van még néhány ajándék. Kaptam 2 csuklószorítót, tábla csokoládét, és ezt nézzétek, ez milyen cool. És kaptam ezt a kis aranyos kis videóment. Hát majdnem úgy néz ki, mint én. Kocsika ajtót nem itt hagytok rá. Tessék. Szépen levágtuk a füvet. Egész patent. Én meglocsolt, de igazából nem tudom, hogy miért. A következő 3-4 napban esni fog az eső, úgyhogy teljesen fölösleges volt. Lassan vízi növények lesznek ezekből a növényekből. Hoverboard time. Tea mellett felköszöntjük Gabit, ugyanis tegnap előtt, 11-én volt neki a születésnapja, és még nem volt alkalmunk felköszönteni, úgyhogy most itt az alkalom. Mondd-e még egyszer? Nem mondom. Gabi, ez milyen könyv? Ajándékkönyv. De ő az úgy néz ki, mint Berci. Bruno. Akkor az. Ez a második könyv, amit kaptam. Ja, még adós vagyok nektek ezzel. A mai hihetetlen híren abszolút besírtam. Ez egy olyan abszurdum dolog, hogy valami hihetetlen. És ráadásul még igaz is a hír, ugyanis a Dél-Magyar írta meg. Nem tudom, hogy vagytok a doktorokkal, illetve a doktornőkkel. Hála Istennek, én nekem nem sűrűn van velük dolgom. Ritkán vagyok olyan beteg, hogy nekem orvoshoz kelljen fordulnom. Picit, én is egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez hogy lehet ebben a világban 2017-ben. Egy 31 éves gyöngyösi férfi nőnek és orvosnak adta ki magát. És doktornőként praktizált egy Nógrád megyei faluban. Egy 31 éves gyöngyösi férfi nőnek és orvosnak adta ki magát. És doktornőként praktizált egy Nógrád megyei faluban. Tehát ez hogy? Miért? Miért praktizál nőként? Tehát nincs benne igazából semmi ráció. De miért nem praktizált férfiként? Egyébként a pásztori járási ügyészség kruzslás véget, eljárást indított ez ellen az úri
úri hölgy, vagy úri ember ellen, nem tudom, hogy fogalmazzak, eléggé vicc. Állítólag ez a doktornő, illetve a doktor úr több kórházat is vezetett, legalábbis ő ezt állította magáról, hogy ott semmiféle orvosi diplomája, vagy semmiféle orvosi dolga a mobiltelefonján kívül nem volt. Hogy ez a férfi, ez a saját lakásában tartott orvosi ügyeletet. Amúgy tök jó, amúgy otthon a lakásodban fölhívod a betegeket. Senkinek amúgy föl se tűnik amúgy, hogy folytatom a cikket. Hozzáforduló betegeket megvizsgálta, a betegségüket diagnosztizálta. És kezelte is őket. Egyik betegének a fájó nyakát például krémmel masszírozta, és injekciót is adott neki. Az azért már, ahhoz már valamit tudni kell. Az is lehet, hogy a YouTube-on néztem meg, hogy kell beadni egy injekciót. Van rengeteg ilyen videó, jaj. Volt egy páciense, aki szédüléssel fordult hozzá, és ilyenkor mit tesz egy doktor, egy ilyen patent doktor, elővette a mobiltelefonját, és azt állította, hogy megmérte a vérnyomását a mobiltelefonjába. Ami egyébként nem hülyeség, mert vannak ilyen kütyük, amivel tényleg meg lehet mérni a vérnyomásodat a mobiltelefonoddal. Állítólag volt egy olyan páciense, aki nem is volt terhes, de azt állította, hogy a mobiltelefonjával csinált egy ultrahangot, és megállapította, hogy három hónapos és 6 hetes terhes az a hölgy. De azért mobiltelefonnal ultrahangot? Ez hogy? Van ilyen applikáció? Valószínűleg, hogy van ilyen applikáció. Ez tök jó volna, hogyha volna egy ilyen, meg tudnám nézni belülről magam, hogy mi a helyzet odabent. Ultrahangot mobiltelefonnal. Egyébként nem rossz ötlet, lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen applikációt, ami ultrahangos applikáció. Most összejöttünk, ugye felköszöntöttük Gabit, kaptam én is egy ajándékot, egy újabb ajándékot, ami illetve két ajándékot. A mai este folyamán össze fogunk ülni Mako egyik színvonalas szórakozó helyén, a Love-ban. Valószínűleg, hogy el fogom vinni a kamerát, de az igazság, hogy a mai vloggal is, illetve már a tegnapival késtem sokat, mivel hogy majdnem elaludtam, illetve nagyon későn végeztem a vágással, és csak a reggel tudtam befejezni a vlogot. És itt a vége, találkozunk holnap. Sziasztok!